Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően mintegy 300 millió forint támogatási összeg felhasználásával Sümeg város önkormányzata felszámolja a korábbi bánya területén keletkezett hulladéklerakót. Az élhetőbb Sümegért megcélzott, komplex fejlesztés a Széchenyi terv TOP Plus program keretében valósul meg. A projekt indító eseményen részt vett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője is. Ez a terület egy év múlva a most indított projekt lehetőségeinek köszönhetően már a szebbik oldalát fogja mutatni. A fejlesztés célja a jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, a terület helyreállítása, tájba illesztése, többek között ezen az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon. Tehát a projekt legnagyobb jelentősége a szeméttelepre kultiváció, emelte ki Vég László, Sümeg polgármestere, a Ramazetter látogató központban tartott sajtótájékoztató alkalmával. Elmondható a magyar önkormányzatok többségéről, hogy önerőből egy több százmillió forintos beruházást képtelen végrehajtani, és ezért nagyon örültünk neki, amikor ez a pályázatunk nyert. Tehát én azt mondom, hogy ez a lényege, de amellett persze a többi cél is, tehát zöld terület kialakítása, tulajdonképpen egy lakópark kialakítása, egy forgalmas útszakaszon fekvő rendőrök kialakítása, elhelyezése, illetve van egy gép beszerzés is, az már egyébként meg is jött, ez a gép, ez a bizonyos ágdaráló, és van egy úgynevezett okospont kialakítása is a városban. Tehát ez valóban az élhetőbb Sümeg, a még élhetőbb, én mondjuk inkább így fogalmaznék, a még élhetőbb Sümeg kialakítása irányában tett nagyon jelentős lépés ez a majdnem 300 millió forint. Navracsics Tibor miniszter a most elszámolás alatt lévő Európai Uniós ciklus eredményességéről szólt köszöntőjében. Jó esély van arra, hogy Magyarország közel vagy teljes egészében 100%-os felhasználási arányjal tudja hasznosítani a 2014-20-as Európai Uniós időszak pénzügyi forrásait. Azok közé, az országok közé tartozunk, ahol a legjobban hasznosulnak az Európai Uniós források. Ebből adódóan, amikor a jövőre vonatkozó terveinket készítjük, akkor jó eséllyel pályázhatunk úgy, hogy ismét a 21-27-es időszak is jó célokat fog szolgálni és jól fog hasznosulni. Ebben a sorba illeszkedik most ez a sümegi pályázat is, amely már TOP Plus, tehát a 2021-27-es időszak most megnyíló uniós forrásaiból van finanszírozva. És célrendszerét tekintve, a kitűzött célokat tekintve teljes egészében egybevág azzal a kormányzati törekvéssel, amely az uniós forrásokat annak érdekében kívánja felhasználni, hogy Magyarország az Európai Unió egyik legélhetőbb tagállama közé tartozzon. Ez nagyon sok mindent jelent, az élet minden területén van mit javítani Magyarországon is az élhetőség színvonalán, és itt Sümegen is, éppen ezért ez a program, amely, ahogy a polgármester úr is mondta, több beavatkozási pontot tartalmaz a szoros értelemben vett környezetvédelemtől, vagy a környezet megtisztításától kezdve az életszínvonal, az életnívó növeléséig, a közösségi közérzet javításáig. Mind-mind olyan beruházásokat tesz lehetővé, amelynek következtében Sümeg élhetőbb városá válik a jövőben. Sümeg azért a turisták számára is egy rendkívül vonzó turisztikai célpont, és Magyarország egyik meghatározó települése, egyik meghatározó tájegysége, a környezet, a táj szépsége, az itt élő emberek, az itteni kulturális tradíciók, életképessége, az itteni közösségek erőssége fontos mérőpont számunkra abban, hogy Magyarország élhetősége hol áll. Úgyhogy én abban bízom, hogy amikor körülbelül egy év múlva
majd ezeket a projekteket zárhatjuk, illetve ezeket a beruházásokat megtekinthetjük, akkor egy élhetőség szempontjából magasabb színvonalon élő sümeget ünnepelhetünk, hiszen ez mind Magyarországnak, mind pedig az Európai Uniónak jó. A megvalósítás részleteiről Boglár Tamás projektmenedzser tájékoztatta a jelenlévőket. Feladatunk a sümegtől délkeletre eső kopasz egy részen található illegális hulladéklerakó felszámolása és rekultivációja. Ez egy nagyjából egy 3200 négyzetméteres terület, ami a felmérések alapján ilyen 15 000 tonna hulladékot jelent. Ezt a hulladékot feladatunk ennek a hulladéknak a azonosítása, áthalmozása, részben helyszínen történő kezelése, részben pedig elszállítása való ártalmatlanítása. A rekultiváció elvégzése az nagy mértékben csökkenti annak a lehetőségét, hogy esetlegesen illegális hulladéklerakási tevékenység történhessen, illetve a hosszú távon illegálisan lerakott hulladékból bármilyen szennyező anyag esetleg a területre bemosódhatjon, vagy vizet vagy talajvizet szennyezhessen, ezt fogjuk megszüntetni ezen a projekten. A munkálatok el is kezdődtek, és várhatóan a következő év végére befejeződnek. Navracsics Tibor miniszter tájékoztatást nyújtott arról is, hogyan lehet gondolkozni a jelenlegi pályázati ciklus új kiírásaival kapcsolatban. A 2014-20-as időszak valóban nagyon sikeres volt, hiszen úgy néz ki, hogy az egyik legjobb Európai Uniós tagállam vagyunk a források felhasználását tekintve, és ha egyébként, hogyha az országban járunk elünk, akkor láthatjuk, hogy ezek nagyon szépen meg is valósulnak, minden olyan jelentősebb településen találkozni lehet vele, ahol valamilyen beruházás történik. És erre készülünk most a 2021-27-es időszakban is. Most már úgy néz ki, hogy megnyíltak az Európai Uniós források, abban bízunk, hogy a tél folyamán megérkeznek az első részletek is. Egyrészt, amelyek a helyreállítási alapból jönnek, és amelyek alapvetően energetikai beruházásokat fognak majd finanszírozni. Másrészt pedig a itteni sümegihez hasonló beruházások finanszírozására a kohéziós kassa, ahol már rengeteg, mivel utófinanszírozásról van szó, ezért több olyan projektünk is van, amely már elindult, adott esetben be is fejeződött, tehát a számlákat tudjuk küldeni, hiszen eddig a nemzeti költségvetés, a magyar költségvetés finanszírozta ezeket a beruházásokat, és abban bízunk, hogy minél hamarabb megérkezik az Európai Uniós forrás, hogy kiváltsa a nemzeti költségvetési forrásokat, hogy azokat tudjuk más célokra költeni. Tehát úgy néz ki, hogy a most meginduló Európai Uniós forrásokkal ismét egy sikeres pénzügyi időszak elé nézünk. Mikor várhatóak az újabb pályázati kiírások? Hát abban bízunk, ugye itt a top plusznál, Ginop plusznál már korábban is voltak kiírások, a top plusznál több mint a fele a keretnek már meg van pályáztatva, és egymás után indulnak a projektek. Nem olyan régen Révfülöpön indítottunk egy projektet, most itt Sümegen, és a közeljövőben lesznek további pályázatok is, és most megindul a többi operatív programban is a pályázatok kiírása. A tél és a tavasz folyamán úgy néz ki, hogy most már folyamatosan tudnak majd elindulni ezek a projektek, hiszen akár csak a 14-20-as időszakban, tulajdonképpen 2020 a vége volt a pénzügyi időszaknak, még ha most is zajlik az elszámolás, de ugyanígy a 21-27-es időszakban is 2027. december 31 a finanszírozási időszak végét jelenti, azaz addigra legalább el kell indulni a projekteknek, ahhoz pedig ki kell írni most a pályázatokat.